És ebben a pillanatban vissza is tértünk. Sziasztok! Sziasztok. Itt van Kinzom! Sziasztok! Na, gyerekek, megint fogunk egyet játszani. Contradiction-nel fogjuk zárni a hetet, illetve az FMV péntekben ez a folytatás. Aki lemaradt volna, az a VOD csatornán, illetve még itt Twitch-en is tudja pótolni az előző részt. Szerintem baromi jó volt. Hosszú idők óta az első ilyen FMV-s játék, amit szívesen folytatunk. Igen, ez nagyon szórakoztató, de nagyon emlékezetes detektívet kaptunk főhősnek. Picit túlspilázza a szerepeket, de egyébként jó. Szórakoztató, igen. No, igazából hol tartunk? Tehát rájöttünk arra, hogy van ez az Atlasz nevű szervezet. Rájöttünk arra, hogy ugyanis az Atlasznak a vezetője valamit elhallgat, de nála még nem tudtunk tovább jutni arra, tehát nála még nem került ütközésbe az ő sztoria máséval. Aki mondjuk nem tudja, hogy miről van szó, ez a játék egy FMV, tehát videó formátumban zajlik az egész. És az a lényeg, hogy rá kell jönnünk, hogy ki hazudik. Egy-egy beszélgetésen belül vélemények és állítások fognak elhangozni a tanúk, vagy hát a gyanúsítottak, vagy hát a kihallgatottak részéről, és ezekben kell megtalálnunk az ellentmondásokat. Igen, leginkább ellentmondásokra épít a játék, úgyhogy most ezekkel folytatjuk. Úgyhogy ez egy gyors heads up volt mindenkinek, aki most csatlakozik be. Remélem élvezni fogjátok, nagyjából este 8-ig. Nagyjából igen, igen. Jó? És a helyzet az, hogy jelenleg ott tartunk, hogy ugye az Atlasz ez a nagy cég, ami öltönyösökből áll, és most a bürokrata vezető az szerintünk gyanús, de rá kell jönnünk, hogy miért. A lényeg az, hogy le tudjuk sittelni egy bürokratát. Bürokrata. Jó, majd szóljatok, hogyha túl hangos a játék, vagy ilyesmi, de ezúttal is mindenkit üdvözlök, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Hajrá! Amiatt képzel. Na, szerintem nem ide kéne bemenni, hanem vissza a Simonékhoz. Kérj egy hintet, mert ugye rájöttünk arra, hogy a hint az egy fontos dolog. Igen, itt a hint. See Simon again, igen. Na, akkor menjél Simon. Emlékszem, hogy hol volt Simon? Hogyne, persze, itt volt a Woodlandnél. Be. És itt. Nem, ott nincsen Simon. De, hogy nem, itt van a Simon. Nem van Simon. Ja, te? Jó, oké, bocsánat. Jó, gyere közelebb. Most kiérdemelted a több látszót a terődöt. Igen. Ki? De csúnya az a ruha. Ja, ez egy kötény, de bocs. Ez az oda már főz. Smells nice! What is that? Chili pork. Oh, no, I knew you were a cook. Oh, no, used to be more into it. No, I don't do it so much. Used to grow my own herbs and everything. Not here? No, at the farmhouse where I used to live. Oh, where was that? That's where James lives. Yeah, we used to share a house together. The farmer used to let us use a corner on his greenhouse to grow stuff. Well, didn't really get on. Where are the greenhouses? Well, it's just through the farmyard at the back. Interesting. Na. No. Miről kérdezzük? Lejjebb ugye voltak az Atlasznál, bár a Carbon Mask-ot már kérdeztünk. Erről is. Mik az új fejlemények? Ezek azok. James is into New Age mysticism. James az, akitől megjött ugye a... Igen, ezt nem kell hallgatnom okvetlenül. Tehát James az, aki ugye odaadta neked a tükröt, és Jamesnek van egy enyhe paranoiája. Elég erős. Egy elég erős paranoiája. Jó. Photo Frames and Pain, lehet, hogy a fotoframeknél megtudjuk, hogy mi a tosz. Ja nem, erről nem tud semmit. Jó, akkor ezt hagyjuk. Mi az, amiről még nem kérdeztük? Ez a greenhouse-szal kapcsolatban felmerült bármi újdonság? Lehet, hogy itt már tényleg ellentmondást kéne keresni, nem? Eddig is azokat kerestük. De nem úgy értem, hanem hogy amit elmondott nekünk a bürokrata. És itt. Milyen bürokratáról beszél az Atlasznak a vezetőjéről? Ez jó, ő a bürokrata, jó, oké, csak hogy értsük. Az öltönyös, igen. Az öltönyös, jó. Tehát az öltönyös, a bürokrata, jó. Persze, amint nekem is lesz egy Hugo Boss öltönyem egyből. Abba fogom hagyni, de... Na jó. Tehát, mi lehetett ott az eltérés? Igen, ez a baj, hogy egy hete játszottunk ezzel, és most már így nehéz lesz összeegyeztetni. De itt most szerintem össze kéne rakni, hogy hol van ellentmondás. Jó, azt mondták, hogy Simonnal kell mindenképpen beszélni. Igen. Jó. A maszk, ugye az volt, mert mondták, igen, hogy a maszkkal volt valami. Doesn't recognize this particular mask are used Atlas seminars.
Ryan and Paul. Ki a Ryan and Paul? Ryan a, az öltönyös, ugye? Akkor mondod a, bürok, ne, a bürokrata a Ryan, ugye? Azt hiszem, igen, igen. A Paul az kicsoda? Vele még nem találkoztunk. Viszont azt mondta ugye, hogy ezt a maszkot ugye a szemináriumokkal használják. Viszont Ryan azt mondta, hogy már nem használják egy jó ideje. Jó, de volt, igen, azt is megkérdezhetnéd, hogy, hogy az Atlas szemináriumokon használják ezt a szart, de azt is mondta a fazan, hogy nincsen benne a misztikumokban. Akkor igen. Mert ugye kiderült, hogy az a minta, ami a maszkon van. Nem. Nem. Jó. Akkor viszont, doesn't recognize the particular mask, viszont... Nem. Beszélj Emmával. Thank you. Probably be back later. Amit be lehet szembesíteni. Jó, de... De várj. Jó, ennyi? Emma nem mondott semmit? Úgy tűnik, nem. Úgyhogy, jó, akkor annyi biztos. James is creepy. Demonstrate how to use the mirror. Say the mirror doesn't work. Hmm. De miért mondanál, hogy nem működik a... nem tudom, ez nekem fura. Látod, hogy azért nem mondta, hogy nem működik, mert megpróbált a múlt héten beszélni, és nem működött nála sem. Akkor ez menjünk vissza Simonra, mert hogy ez szerintem úgy dolgot kifacsarni a csajból. Igen, tehát kérdéseket szerintem most itt nem tudsz feltenni. Mit mondott el Simonra? Neki volt egy ilyen greenhouse-os valami szarsága, viszont mi greenhouse-t egyedül James-nél láttunk, ugye? Ott volt igen, ez a fekete igen. Tükör. Tehát valami doesn't see James very often. Valamelyik szerintem egyébként jó lesz, mert ha nem találkoznak túl sűrűn, akkor például honnan veszi, hogy bennem, hogy paranoiás. Uh-huh. Hol volt az? Hol volt? Hol volt? Doesn't know anything about Broken Pub Window. Jó, a Broken Pub Window az nem is kell. Közben itt felmerült a kérdés, hogy mitől függ, hogy milyen játékokból csinálunk bemutatót, vagy milyen játékból csinálunk bemutatót. Az adott játéknak a jelentőségétől, tehát hogy mennyire izgalmas, meg attól, hogy nekünk mondjuk milyen viszonyunk van vele. Tehát hogyha ez a kettő kipárzik, akkor általában készül belőle. Tehát szükségszerűen mondjuk nem fog okvetlenül Dark Souls 4 bemutató készülni, mert egyikünk sem nagy Souls-like játékos. De egyébként igyekszünk nyilván, tehát nyilván azért foglalkozom én is a videójáték piacra, mert a megjelenő játékoknak a jelentős részét lefedi az ízlésem. De vannak nyilván olyanok, amik kivételek. És vannak olyan játékok, amik például live-ban jobban működnek, tehát például ez, gondolom én. Most csak valamit így bepróbáltam, De volt itt szó egyébként a bicikliről is, hogy ugye az Atlasnak a főnöke nem emlékezett rá, hogy Simonnak lenne bringája. De Simon meg azt mondta, hogy ő meg bringával jár dolgozni. Nem tudom, mi a különbség a zöld meg a különböző. Fogalmam nincsen. Fú, gyerekek, esetleg ha valaki tud valami tippet erre vonatkozóan, akkor aztán szeretettel. Még ne triggereljük az embereket, mert egyelőre próbáljunk meg rájönni arra, hogy mit akarunk. Simon azt mondta, hogy nem ismerte fel ezt a maszkot. Az Atlas szemináriumokon használják. Ezt a konkrét maszkot nem ismerte fel. És mi akkor, hogyha várjál. Ezt a kettőt? Nem. Simon. Várjál! Azt mondta, hogy nem azt mondta a faszja, hogy már nem használják ezeket a maszkokat? De igen. Akkor viszont ez lesz az egyik hazugság.
Szerintem. Oké, csak mivel párosítjuk, mert ez, erre nem jöttünk rá. Nem, valóban nem. Nem látja a Jameset túl gyakran. Igen, ez meg volt. Ezt párosítottad? Párosítottam, de nem csinált semmit, úgyhogy nem ott van a megoldás. Nem Jamesre kéne fókuszálni, ugye, hanem úgy tűnik, hogy erre a vagy a maszkra, vagy a bringára, de mindenképpen Simonra. Aha, hát erre Simonon vagyunk, úgyhogy nem lesz el nehéz. Tehát azt mondta, hogy a itt használják. És... Hú, baszki! Mi volt az, ami ennek az állításnak ellentmond? Hát... Ez meg csak Jamesre vonatkozik. Próbálj meg ezzel párosítani, hát ha. Vagyunk ennél? Próbálj meg ezzel össze párosítani. És nem. Adom, elvég kíváncsi, hogy mi van akkor, hogy igazából csak annyira szólt ez az egész, hogy ezt az egy szóváltást kellett... Lehet. Abbey Farm, ott lakik James. Akkor menj csak oda. Persze van ott egy másik greenhouse, bazd meg. Tehát nem is vele kellett beszélni, vele kellett beszélni, de csak ennyit kellett vele beszélni. Na jó. Jó van. Térkép, Abbey Farm. Na ez az, amiért igazából hinteket fogunk használni, mert nagyon sokszor igazából nem... Nagyon nehéz kitalálni, hogy a játék alapvetően mit akar. Menj fel. Ide? Aha. És próbálják tovább menni, hát ha van itt egy másik greenhouse. Simon mentioned another greenhouse on the farm. Must be up the hill over there. Hát azért erre magamtól így nehezen jöttem volna rá. Going to the... És ezt nem vetted észre, nyomózni. Ez tényleg valami gyakornak lehet. Lesz itt egy nagyító, ha. Mi van ott a cserép alatt? I wonder if James knows this is here. Don't know what it is, but be interesting to see what he says about it. Csak nem fű. Hamarosan megoldódik az víd. Hát a víd az a fű. Ha, menjél Jameshez, kérdezd meg, hogy can you tell me about this? Can you tell me about? Tetten ír is. Hogy hívták a Harry Potter neverő faterját? A... Dursley? Dudley, vagy Dursley-ek. Ringeld a dort. Does it ring a bell? A few more questions, if you don't mind. Ja, nagyon bírom ezt a csókát, annyira kellemes hangja van. Ja, na. Meg kicsit túljátsz a dolgot. Na, igen. Na, melyikről kérdezni? Escape out this item. Could you tell me what these are, please? I found them in the greenhouse. Been snooping around on the farm, have we? It's called investigating, James. Yeah. Just mint. Mint leaves. For cooking. Yeah, I heard you were a bit of a budding chef. Dabble a bit. Won a few competitions. Very impressive. So you normally just leave packets of mint lying around? Must have dropped it. Tehát menta levélnek mondja ezt az izét, és egyébként ő gyakorlott szakács. Cookery. Packet contained with leaves. Won some cookery competitions. Oké. Okay. Jó, mindenről megkérdeztük már ezt a csókát, ja. Nézzük meg, hogy ez amit most mondott a szárított levelekről, meg arról, hogy ő főzött.
Ennek ellentmond a bármelyik korábbi állítása. Igen. Didn't socialize with her, okay, doesn't know what care. Igen. Oké, okay, ez nem volt semmi. Ez se. Igen. Ez se. Ez se. Herpál teát adott el a Simonnak a szarjára. És kérdezz már meg, hogy ez nem-e ugyanaz a menta levél. Aha. Nem. Very strong. Akkor kérdezzük be ezt. Nem. Na jó, nézzük, hogy mi van még. Uh-huh. Nem ismerte fel a maszkot, de nem tudom, hogy nem hallottam a veszekedésről. Ghost Runner bemutató szerintem nem lesz. Black Sign, mi az? Sells the mirrors, but doesn't make a profit. Oké? Oké. Szerintem itt nincs semmi, ezeket megtudtuk. Oké, that's it for now. Thank you. Nyomja egy hintet. Igen. Jó, kérdezz végig mindenkit. Simont, Emmát, Rebekát meg Ryant. Igen, nincs mit tenni. Elfogytak a lehetőségek, csak jó. Az maradt, hogy kicsit azért úgy érzem magamat most itt, mint a fantazmakiából, hogy így mászkálunk jobbra marad, de igazából nem utal semmilyen nyom senkire. Ne, szenvedj. Hát de most nem? Nem. De nem arról van szó, hogy most ez jó, csak hogy... Nem érzed át a dolgot. Na, csináld. A few more questions, if you don't mind. No. Do you know what these are? Ah, magic mint. Where did you find this? Magic mint. Salvia divinorum. I used to grow it years ago. It makes you trip. Hoppa. In what way? It's a hallucinogenic. And legal. Quite a dangerous combination, really. Do you use it? Me? No. No, I don't even take medicines. I like to stay pure. Aha, tehát ez nem sima mentol, hanem hallucinogenic. I didn't expect Rebecca to know about growing drugs. I know she claims not to use them herself, but I'm not so sure. Better. Hepatogen that the leaves were from the Salvia divinorum plant. Salvia divinorum, jó. Ez a divinorum, ez valami isteni jelző lehet? Lehet. Ez a divine? Mindegy. Tehát azt mondja, hogy varázsmentol, ilyeneket termesztett még évekkel ezelőtt. Salvia divinorum halucinogén. Figyelj már, azt kérdezz már meg, hogy miért termelt ilyen cuccokat, hogyha nem használ halucinogéneket. Akkor nem. Nem, szerintem az a nő ideig az a nő elég egyenes volt, neki nincsenek ellentmondásai. Ő tiszta. Igen, pedig egyszer már ráhúztad a vizes lepedőt. Mindenkire ráhúztam már a vizes lepedőt. Jó, menj erre a Emmához, meg a Simonhoz is. Ja, azok viszont gyanúsak. Szerintem ezek a ketten egyfolytában tépnek. Ja. Begyulladt. Nem már kopogunk most. Tudom, hogy éppen. Couple more questions, if that's okay? Na, hajrá. You know what these are, by any chance? No. Sorry. I don't know anything about plants or things like that, but you should ask Rebecca. She used to live on a farm. She'd know. Már megkérdeztük Rebecca-t. Nem mondott ő valamit, hogy ő szokott tépni, vagy ilyesmi? Nem volt egy ilyen állítása korábban?
azért voltak ellentmondásai. Jó. Jó, akkor kérdezz meg Simont. Thank you. Probably be back later. Igen, meg bár ennek a nőnek is voltak azért ellentmondásai, de ő meg mindig egy... Know what these are? No. Look a bit like sage leaves. Haven't seen them before, though. Not at all, no. Hasn't seen leaves before. A New Age Mysticism-re, meg erre a szarra kérdezzél már rá, mert bár nem tudja, mi ez a levél, úgyhogy... Nem biztos, hogy van értelme. That's all for the moment, thank you. Jó, szerintem nincs. Ezt nem ismerik, ezt a növényt. Vigyük el a izének, a Ryan-nek. Ja. Be back later on, if that's okay. Lépjék ki. Jó, hogy nem ide kéne. Thank you. Probably be back later. Jó, és akkor menj el a... Ide. Ha? A few more questions, please. Thank you. Van az itt egy-két kérdés. Do you know what this is? Looks like chopped tea bags to me. What is it? I just thought you might know. I don't know anything about plants, Inspector. What you should do is ask Rebecca. She knows far more about these things than I do. Messy things, growing things. Salvia divinorum drug. Have you ever heard of Salvia divinorum? No. What is it? It's a hallucinogenic plant, a legal one, at least for the moment. I've no interest in drugs, Inspector. My job. That's the only drug I need, as trite as that may sound. Do you know any students who may have used hallucinogens? No. No, my students aren't interested in that kind of thing. Besides, no one is allowed drugs or alcohol onto the site. I don't think anyone has ever brought drugs to Atlas. Do you have any medicines on site at all? No, we're not allowed. Insurance purposes. Hoppá! Nem lehet drogot és alkoholt behozni az Atlasba, de mégis be volt kurva Miss Vine. Egen. Többször is, amikor jött. Az a második szerintem. Várjál. Látnok zsája magyarul, ha valakit érdekel. Há, tudtad? Na. Há. Nem behozta, csak részegen jött. Jogos. Csak felmerült bennem az, hogy ha nem lehet alkoholt behozni, az alkoholos állapotban való jelenlét is kizáró ok-e. Remek a tép. Jó. Szimból. First poster for Atlas name P. Random, de jó, ez az Atlasnak maga a neve. This doesn't know anything about plants, suggesting that you know. No, she doesn't allow it. Yeah, doesn't keep medicines on site. Ez képest mi volt fölött a Packet of Dried Leaves-nél? Szerintem itt nincs semmi. Viszont több egyére kapjuk azt, hogy Rebecca majd tudni fogja. Igen, Rebecca arra mutat minden nyom. Rebecca többet tud, mint amennyit elárul. Na látod?
tartozunk. Ne bízzatok a csinos nőkbe. Azok nem egy férfinak lettek csinosak. That's it for the time being. Thank you. Hey, várjál, itt több minden van. Ott. Próbáld csak ezt. Itt voltunk, ez egy kurva nagy üres szoba volt. Hát most igen, de lehetett volna akár egy személy is bent, aki mondjuk elmond infót. Érted? Persze, értem. Itt azt mondja, hogy nézzünk szét az erdőben. Úgyhogy most végignézem az erdőt. Hát. Lehet, hogy találunk ilyen levelet? De miért találnánk ilyen levelet? Mert szétnézünk az erdőben. Nézzük csak. Hoppá. Ó. Oh. Hát itt. Do you mind not defacing public property, please? What's it to you? Well, I'm a policeman. And that's supposed to make what difference exactly? It means that you do exactly what I tell you to do. Or what? Or you arrest me? No, I'll give you a fine this time. So, if I do something that you don't like, I have to give you some money. What happens if you do something that I don't like? You're going to give me some money? Look, I do not have time to discuss it at the moment. Could you just go? Please. Pathetic. Yeah. Ezt mind belevésték? Azért itt van metál rendesen. Full metal, Jackie. De ezek az ördög szarvak. What a prize brat. But why would he carve that into a tree? Either he's a diehard rock fan, or there's more to that symbol than meets the eye. Jó. Diehard rock fan. Jó. Tehát itt nem. Nézd a nagy mutót, hát ha valahol látod. Azt csinálom. De nem tudom, mert hogyha nem mondod. Ah, itt van. Ebben a szaus. Rajta van a kupak. Private eye. No, I'm a police inspector. Hát adott a kupak a tetején. I'm investigating a death in the village. That student then. They did one last year too. Same place. Did what? Drowned a student. You know what I mean? Ask that psycho about it. He runs that business cult thing up at the big house. Tehát megfulladt itt már korábban egy... Bunch of nutjobs. Ez a fogból, de remélyen. Mi volt a diák neve? Liam... something? Or sod? Valamilyen Liam. Hívd fel a poliszot. Atlas's reputation precedes them. I think I might call the station. Find out a bit more about this Liam. Na, ez érdekes. Van egy elhallgatott ügy? Hello, DCR Jones speaking. Mike, it's Jenks. Alright, Jenks, I thought you'd clocked off tonight. Yeah, the Chief's put me on a case tonight, the Edenton girl. Friday night, you poor sod. I thought that was sorted out anyway. I wish it was. Listen, are you near a computer? I can't be. Yeah, go on. Do you know anything about a death last year? Someone called Liam in Edenton Village? Don't remember it. Hang on, let's have a look. Edenton Village. Yeah, Liam Rogers. It's a suicide last year. Suicide? Hang on, 2 suicides in 2 years, both on Edenton. Funny, you've got your work cut out, Jackson. As ritualist. Don't I know it. Right, well, good luck with that and see you Monday. Thanks, Mike. Évente egy gyilkosság. Volt egy Liamünk, aki öngyilkos lett, meg van egy új tag, aki szintén öngyilkos lett. Na, most van az, hogy mindenkihez menjél oda szerintem, és mindenkinél kérdezzél rá arra, hogy ezt a Liamet ismerik-e. Abbey Farm. Aha. Bemegyünk ehhez a füves gyökérhez. Helyes. Ask you a couple more things, please. Kérdezlek, hogy miért rektelt meg Liam. Meg a szimbólumról. Meg a Divinus Divinorumról. Igen. Milyen zsájáról? Látnak zsájáról. Ever heard of Salvia Divinorum, James? Was that skin cream? It's not a skin cream, no. It's a plant. Really? Don't know much about plants.
So you've never heard of Salvia? No. Na, akkor most szembesítsd azzal, hogy a Salvia Theonorum az az, amit ő termeszt. Az. Tudja, hogy ebben kell valaminek lennie. A kukori. Pack it with leaves, és az, hogy nem tud sokat a növényekről. Bár végül is nem tud sokat róla, és sose hallott a Szálviáról, tehát... Nyom rá, never heard a Szálviát? És menjünk át a másikra? Pack it up the dried leaves-re. Arra rányomtál már fönt, ugye? Na, ha igen, de próbáljuk meg. Menjünk tovább. Jó. If I did that, would it mean anything to you? Yeah, it's a Satanism symbol. Satanists use it. Have you ever seen anyone using it? Lots of people. Politicians, presidents, CEOs. Have you ever seen anyone local using it? Not that I remember. Nem tudom, együttműködő a faszin. Nem. Did you know Liam? Liam who? Liam who died. You mean Liam who killed himself? Yeah. He was in my year, on a different course. What course was Liam on? Can't remember, not mine. What was yours? Plant science. First time I knew about Liam was when he killed himself. Right, so you didn't meet him? No. Nem találkozott soha Liammal. Érdekes, ebben a kis faluban ez nem ismert senkit. Itt nem lesz ellentmondás. Akkor tudtad Bandus Liamról, amikor megölte magát. James, a növények érdeklik. De fogalma nincs, mi az a... Azt mondta, hogy doesn't know much about plants. Engem ez akkor is kurvára bosszant, hogy... Doesn't know much about plants. Doesn't know much about... Ez az, jó van. So, your degree is in plant science, but you don't seem to know anything about plants. Well, still got a lot to learn. So you're still saying you've never heard of Salvia? Didn't say that. So you have? Maybe. And you do grow it? Yeah, it's legal, why not? What do you do with it? I use it for explorative purposes, meditation. And does this involve anybody else? Why? Do you sell it or give it to anybody else? Sure. Yeah, it's just for me, nobody else. And that's the only drug you grow, is it? Feel free to go and look if you want. It's okay, I'll look later. The only drug he grows? Not sure I believe that, James. Then again, would someone growing illegal drugs bother growing a legal one? Oké, tehát neki az a problémája, hogy elhallgatott egy legális növénytermesztést, és azt mondta, hogy nem ért a növényekhez, holott mégis. De. Csak saját magának tervezti a Salviát, meditációs okból, és nincs másik drog. Ennek egyiket sehol nem mondott ellent. Nekem viszont gyanús egyébként, hogy erre cserélte el a sört, amit kapott. Tehát... Hol a francban van a bulgari? Gombrultan. When you say herbal tea, do you mean salvia? Probably. So you traded salvia tea with Simon for his homebrew? So? So why did you say you didn't give Salvia to anybody else? Did you give it to anybody else? How many people did you give it to? Did you give it to Kate? No. How about Liam? I didn't have anything to do with him dying, if that's what you mean. So you did give him Salvia? Yes,
I gave him salvia because he asked for it, but that's not what killed him. Well, he committed suicide, James, because of psychological issues that probably weren't helped by him trying hallucinogenic drugs. He didn't commit suicide. You don't know anything about him. You don't know what happened. Okay, so what happened then? Do you even know about Third Eye? Go on. You don't know about Third Eye. You don't know about Third Eye. You know nothing about Liam's death. I mean, forget salvia. Fine, tell me then. Third Eye was a cult. We had our very own psycho cult operating right here from our village hall. And I got rid of them, single-handed. I'm the one who got rid of Third Eye. Did they tell you that at the station? Okay, start again. They were what? You don't know anything, do you? Look. No, sort of level up. They were reeling in students, pretending to be some sort of happy life course, you know, we can make your life better sort of crap. Then they were putting everyone through this brainwashing program to make them compliant, and selling them on. Mm. It's all there. Az a szimbólum, meg a maszkon is van. What do you mean, selling them on? Selling them. Objects. Commodities. To who? To anyone who could afford them. Top politicians, famous celebrities, wealthy businessmen, you name it. What for? You don't get it, do you? Third Eye were making and selling slaves. They were black market slave traders. They were wiping people's personalities using ECT, brainwashing, cocktails of hard drugs, deliberately turning them into perfect slaves. You know how much slaves are worth on the black market these days? No. Millions. And I'm talking per slave. That's why anyone who stood up to them and threatened to go public like Liam was just killed off. They didn't give a damn. So you're saying Liam was murdered by Third Eye? Exactly what I'm saying. So I started looking into it. They were all saying it was suicide, but there's no way. So, did you ever actually meet Liam? I found out about him. And how did you find out about all this other stuff? Well, it's obvious, you can tell. I met some of the students. You could see straight away there was something wrong. They were like zombies. And I can tell when someone's got ECT damage or when they've been through mind conditioning. It's just obvious. I mean, US military used all these techniques back in the 50s. It's all documented. You can read about it. They showed all the same signs. So did you ever actually go to a meeting? No, but I knew what went on. How? From what people said who'd been through it. Okay, so do you know anyone I could speak to who did go through it? Look, it doesn't matter. Why did they close down if it wasn't true? They just closed down and disappeared overnight after I put all the flyers up. Bit of a coincidence. But that was just after Liam died. Yeah. And do you think that had anything to do with it? Maybe, but it was the flyers that forced them to close. Okay. Do you mind if I keep this? Yeah, you investigate it. It'll all come out. Third Eye definitely killed Liam. Okay. Well, that was a lot to take in. Does James really believe all this stuff? This is the first I've heard about Third Eye. Question is, what's their connection with Atlas, if there is one? Jó, azt látjuk, hogy ott, most mozgottam az egeret, ott a lap alján pont azt a mintát látjuk, ami a maszkon is van, ugye? A maszkot pedig a szemináriumokon használták az Atlasnál. Tehát elképzelhető, a Third Eye és az Atlas valamilyen módon kapcsolatban vannak egymással. Valószínűleg az egyik a másiknak az anyavá. Én úgy gondolom, hogy James ennél a pontnál nem kéne most tovább baszogatni. Szerintem se, de még van egy kérdésünk felé, nem? Na mi? Na, nincs. Oké, bocs. Jó, menjünk akkor tovább. Jó, menjünk. Thank you. Probably be back viszont later. Viszont akkor meg kéne kérdezni Simont is, elvégre ő adogatta el ezeket. Hát Simont kurvára meg kéne kérdezni, de lehet, hogy a nőjével kezdne. Ném. Sőt, ha már itt vagy, nem menj messzire, menj be a kocsmába és kérdezd meg a Rebekát. Ja, a füves csajt. Aha, hogy egyébként ő így nem akarta volna elmondani, hogy... Hogy mi ez? Ja, egyébként... Bár pont, hogy hallottsz meg miért. Mondta, de azért kérdezzük meg. Ja. De egész jó ez a sztori, basszus, figyelj már, ezt megírták. És egyébként nem rosszak a színészek, oké, a rendőrünk azért szórakoztató. Just a few more questions, de... if you don't mind. Na, figyelj, te. A harmadik szemről kérdezzük. A harmadik karról. Ja, vajon mit fog mondani? If I did this, would that mean anything to you? Why, is it meant to mean something? No, no, it's okay. Nem ismeri fel a szimbólumot. Nem egy nagy rocker. What do you know about Liam? You mean Liam who took his life? He used to play in a
band, Black Rock or something? No, Black Stone. Very gothic. I used to let them play in here sometimes at the weekends. They were quite good. Did you know there was anything wrong? I mean, why he might have... No, I didn't know him very well. Blackstone? Játszottak a kocsmába, nem ismerte igazán. Jó, hát itt... Na, itt viszont. Have you seen this before? Don't take any notice of that. Why? James Wilson is a fantasist. He spends his time pretending to cast spells in the woods. He's not exactly a stable person. And, I heard that he was involved with growing cannabis. Really? Well, don't quote me on that. So you don't think there's any truth at all to this? None at all. James, Tehát, hogy szerinte, James cannabiszt is termesztett. Igen, meg hogy ilyen álmodozó a faszé, vagy egy ilyen nagyon elvont. Cannabiszt termel, spell, tehát ilyen mágiázik az erdőben. És mi ez a fanatikus? Fantasziszt. Fantasziszt, igen. Tehát, hogy tehát ilyen képzelődő... Fantaszta. Igen. Van ész, hogy fantaszta? Hát a... Erik von Däniken ennek nevezte meg magát. Úgyhogy gondolom létezik ilyen szó. Várjál, azt kérdezd meg, hogy... Ha hallotta, hogy James cannabiszt termeszt... Várjál, akkor nézd meg, mit mondott egyébként a... De a te a fűről. A Zalvia Dionról, meg arról is. Egy dolgot megpróbáltok? Na. Csak a merő poénból. Ezt, és... cannabis. Kíváncsi voltam, hogy ha ő nem szedne semmilyen drogot és semmilyen gyógyszert, akkor honnan tudott arról, hogy cannabis tett? Igazából bárhonnan tudhatott. Jó, szerintem ezzel nem kerültünk beljebb. Szerintem se irány vissza azért Simonhoz. Simon. Ah, that's all for the moment. Simon az egy simlis alak. Ja, meg egy hintet kérdi az, hogy jó irányba mondjuk. Aha, jó, és azt mondja, hogy a többieket kell megkérdezni. Jó, faszán, haladunk. Igen, az a helyzet, hogy a Simonnak kár, hogy nincs olyan opció, hogy álmatosultak itt a Simonhoz. Hát még egyszer vissza kell jönnünk, hogy kikérdezzünk. Akkor kényszer zubbonja, jó? Igen, tehát ne kelljen már mindent izé harapó fogulva. Elektrosokkal fogjuk kiverni belőle. A ritmust. Ask about a few more things, please. Na, hát akkor egy pár dolgot. Hát így sok mindent lehet hallani. Na jó. Ever heard of Salvia Divinorum? Salvia Divinorum? Magic Mint, same thing. Oh yeah, you mean the drunk? Yeah, yeah. Látnokzsájó. Yeah, I once or twice, yeah. But it's not really my sort of thing, it messes with your brain. I've never tried any other drugs either. One, nothing like that. Nothing hallucinogenic. Akkor most kérdezd meg tőle, mi a szarért mondta azt, hogy nem ismerte fel azt a szart. Tried Sylvia a few times. Aha. Okay. Never tried hallucinogenic drugs. Aha. Ja, bocs, Least Could Be Sage, és... Még valami ilyesmi lesz. Na jó, nyomjuk tovább. If I did this, would that mean anything to you? Who did you see doing that? Someone in the woods, carving it into a tree. That was Kyle. It's a guy from the course, he's an idiot. And where does he live? I can't remember, somewhere outside the village? The three fingers thing is something the students started doing. It's something from the course. The three freedoms. The what? The three freedoms? It's from the course. It's a phrase. Free to be free? Free yourself from the things that are holding you back, right? It's me, yes. Things that stop you being successful. What are they? There's fear of failure, guilt, and a doubting, a self-doubt. You believe that? Yeah.
Guilt ruins lives. It stops you looking forward. It serves no practical purpose. It's basically destructive. Right. Free to be free. Not the most original slogan, but I wonder how far this freedom goes. What do you know about Liam? Liam? Local lad. Took his money. Oh, that Liam! Yeah, I heard about him. But you didn't know him? No, I know he went to college, but didn't really know him. It's sad, though. Na, és ki is maxoltunk mindent. Nem. Ezt még nem keresztül vettem. Have you seen this? Oh, is this the thing that James did? Yeah, I've heard of it. What do you know about all this? A third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about three eyes or whatever is on this flyer. So you hadn't heard about third eye? No, sorry. És akkor most kérdeztünk meg mindent, ha jól tudom. Az a kurva drogos téma, az zavar engem. This guild doesn't serve any useful purpose. Akkor meg miért hazudsz? Billy's guilt doesn't... Igen, hogy a bűntudat nem szolgál semmilyen célt. Menj ezt, Sajci. Ide. Igen. Ez a nem látta ezeket a leveleket korábban. És... Ezt nem hiszem át, bazdmeg. Nem hallott, nem ismer Liamet. De hallott róla. Tudta, hogy James szórólapokat csinált. Nem tud semmit a harmadik szemről. Ezt a kettőt ragd már össze, hát ha. Nagyon közel lett volna. Azért ebből lesz majd szép összerakni egy ellentmondást, amikor már itt ilyen száz. Be nézzük back later on, if that's okay. No, azért nála is van egy-kettő, amit bekérdezhetünk. Igen, nézzük meg, mert most már vannak azért információ morzsánk arról, hogy... Ever heard of Salvia Divinorum? Yeah, I've heard of it. It's a drug, isn't it? Yeah, a hallucinogenic drug. Ezzel próbáltam ki. No, I've never taken any illegal substances. Ismeri a barja, nem szed illegális drogokat, és tudja, hogy a szalvia egy hallucinogén drog. If I did this, would it mean anything to you? No. Why? It's okay. Thanks. It's okay. A srác tudja, hogy érdekesen a srác ugyanarra a kurzusra járnak, hogy várjál, a csaj nem ugye. What do you know about a student called Liam, committed suicide last year? Only that I didn't know him really well. Jó. Harmadik szem. Have you seen this? Yeah. It was all over college last year. James made it. Idiot. So you don't agree with what I'm saying? No, I don't agree with anything James says. He's absolutely crazy. He thinks that the government has been controlled by aliens and that we're all bugged. He's nuts. Do you know the phrase, free to be free? Yeah. It's an Atlas thing. I first heard it when I went with Simon. What did they say about it? They said that you shouldn't feel guilty if you do something wrong. I don't agree with that. No? No.
No, I think you should feel guilty if you do something wrong. What did Simon think? I don't know, but I don't think he agreed with that either. Na, azt hallotta, hogy hallotta ezt, phrase about not feeling guilty. That Simon agrees with Fury. No, erre pocket leaves. Hallucinogén sosem szedett illegális drogokat. Ez, hogy tudja, hogy a szávia egy hallucinogén drog, csak és fölötte nem ismeri, nem tud semmit a növényekről. Érdekes egyébként, mert lehet, hogy csak nekem volt fura. De egy blokkon belül nem szoktak ilyenek lenni. Hát... Ne feszítsd meg, aki fog jönni a helyére. Nem vettem észre. Mert Friesman attendedet lesz. Szerintem menjünk vissza a Ryanhez, mert ez a szimbólum viszont neki mondani kell valamit. Meg volt a flyer is, amin ugye rajta van a szimbólum, úgyhogy... Ez érdekes egyébként, azon a flyeren nem volt rajta... Ez a szimbólum? Nem. Hát akkor ez... Okay, that's it for now. Jó, akkor ez az. Thank you. Akkor menjél a Ryanhez. Thank you! Probably be back later. Probably. Synaxis Gaming mondja, hogy de hát tudja, hogy halucinogént tudnia kell, hogy nem illegális, nem? Na, nem szükségszerűen. Azért azt tetszik, hogy ez a pasas, ez a pofa hall valamilyen infomorzsát, és már megy is megkérdezni az embereket. Tehát nem összegyűjti az adatokat, hanem csak így időről időre bebekérdez. Ilyen... Couple more questions, if that's okay. Kisvárosi talkshow-t az ember. Ja. No. If I did this, would that mean anything to you? It's a devil sign, isn't it? Is that what you're getting at, Inspector? This is not something you use on the course. Of course it's not something we use on the course, Inspector. I don't even know what that could possibly mean, exactly. So that is... thanks, that was a sign. Okay. Now, cool, Liam, halal. What can you tell me about Liam? Oh, Liam. You mean the boy who committed... Very unfortunate, isn't it? Did you know him? Oh, yes, yes. Well, I say know him. I met him in the pub. Seemed very happy sort of person. Well, I say he seemed happy. He can't have been, can he? But yeah. Vidámnak tűnt. Kocsmában találkoztak. Hallott ilyen hőkösségnek. Can you tell me a bit about the phrase free to be free? Free to be free, my favorite motto. Well, we teach our students that people, they suffer from excessive guilt, don't they? Excessive self-criticism, excessive doubt. Evils of excess, we call them. And we tell our students that if they rid themselves of these evils, then they're free to realize their full potential. Who came up with all this? I have a background in psychology. Honestly? Yeah, don't look so surprised, Inspector. there's an intellect lurking in here. When did you come up with the phrase? When we were based at the village hall. When I say we, I came up with the phrase. Dad's more the money man. And very successful at it too, I hear. Oh, he's successful. But he's not a creative man. Dad suffers from a lack of imagination. Jó, és akkor Atlas, Freedom. Na, ennyi volt. Akkor nincs több. What do you know about this? Hogy tudtuk ezt? Not much. So you've never seen this before? You don't know anything about Third Eye? Well, I don't remember seeing it now. You don't recognize any of the symbols on it? No, sorry. Hazudt. Igen, meg is van. A maszkon ott van a szimbol. Maszk ott van. Doesn't remember seeing the flyer. Recognize any of the symbols. Igen, és most gyorsan a maszkkal. Symbols are represented triple.
Ez az. Ryan, you've just told me all about the moon symbols on the mask. Then you're claiming you don't know anything about the symbols on the flyer. It's all the same thing. Oh, actually, yes. Sorry, yes, I do remember that. So what did you know about Third Eye? Oh, not much, really. Never came into contact with them. That explanation was way too short. Ryan's definitely hiding something. Ez egy tett. Na. Jó, oké. Akkor viszont valaminek itt még kell lennie. Nem biztos. Getting rid of Gildan's self-doubt. Ez jó. Ez jó volt pedig. Várjál. Az előző az jó volt, és kattints már arra, hogy két boldognak látta, és nézd már, a Liamet is boldognak látta egyébként a kocsmában. Nem érzi azt, hogy hülye, mint a seg. Liam halála. Liam boldognak látszott. Bázd meg, ezt nem hiszem. Csak azért, mert ez érdekes lett volna egyébként az ő pszichológiai háttér, az nem terjed ki arra, hogy két embert is boldognak lát, és mind a kettő öngyilkos lesz. Az volt hír. Melyik lesz tele nem rossz? Nem. Ezt, hogy semmilyen emocionális problémát nem látott rajta, és hogy pszichológiában járatos a faszi, azt kéne összepárosítani. Na, akkor ez. És... lejjebb volt az. A lassú. Ne basszál már fel. Na jó, várj, kimegyek most innen. És thank you. Probably be back later. Tudod, hogy ezzel telefonálni kell, basz. Az is tényleg telefonálni kell. Várjál. És van még valami, amit James-el és Rebecca-val nem beszéltél meg. Szerintem ezzel? Előbb... ja, nem, azért a füves gyerek jó. A James-el. Akkor... akkor vissza a faluba. Jó, akkor beszélj James-el és Rebecca-val, és ha velük végezted, akkor hív fel a Black Isekély szolgálatot. Jó. Hát, ha addig meg tudunk még több infót. Mm-hmm. Ú, gyerekek, van egy kávétok? Nincs. Ilyen a kancsú. Nem viszont kávét. Miért nem? Mert a saját szektánk vallása szerint nem szabad kávét fogyasztani. Jó, akkor egy teát ott van esetleg. Elfogyott. Mindjárt összerakok neked egy kit teát. Rebekát mondta, ugye Rebekát és James-t. James. Ú, ne, rossz, rossznak jutottam, bocsánat. Vissza. Na, bocsánat, csak ennek hajnali 4 óta fán vagyok, és... miért vagy fent hajnali 4 óta, ez eddig aludtam, hát is tanultam, meg minden bajom volt, úgyhogy... na, kérdezd meg James-t, hogy... de várjál, James megint a kanapéban testpet szerinted? Várjál. Ever hear the phrase free to be free? Heard anyone use that? Nah. What is it, a song? No, I don't think so. Doesn't matter. Ennyi. De várjál, ez majd érdekes, ezt sose hallotta. Jó. That's all for the moment, thank you. Nem volt itt egy másik, amit még meg kellett? Nem, ez ennyi volt, egy darab volt csak. Jó, de őt megkérdeztük, ő nem tudja. De tetszik, hogy ez a csávó egyébként... várjál, hogy a Rebecca pap. Na, de itt már többen mondják, hogy tetszik a sztori. Amúgy igen. Oké. Jó, ez az egy van. Ever heard the phrase free to be free? Do you mean the Atlas thing? Yes, I have. Know what it means?
It means being free of guilt. What do you think about that? You mean, do I think it's a bad thing? Do you? I mean, surely if you have done something wrong... Oh, but that's the point, Inspector. Most people spend their time feeling guilty over nothing, and that's not a good thing. Mm-hmm. Tehát van egy, hogy az emberek, szerint az embereket, te hisz abban, hogy az embereket betemeti a bűntudat, és tud a free to be free frázisról. De nem ismerte fel a szimbólumot? Aha. Menj már a picsőn, ezt nem hiszem el. Na jó, mik voltak még itt? Ez a csaj, ez meglepően egyenesnek tűnik, úgyhogy a fene tudja. Vagy csak jól hazudik. Jó, lépjél ki, és nézd meg, hogy... Be back later on, if that's okay. Jaj, hintad. Na, ennyi. Akkor irány. De komolyan ezért a pár szóért be kellett ide jönni. Irány a fal. Hát a főnökünk az ki lehet velünk a szarból. Bár igazából egy ilyen kis faluban mi dolga lehet. Főnök. Ja, örüljön. Főnök. Hallások, mit mond a főnök? Tell me what you know, Jenks. I'm a bit lost for ideas at the moment, to be honest, sir. Anything else happened? Not really. Did I mention the student in the woods? No. A rather obnoxious student carving a devil sign into a tree. Turned out Atlas used the symbol, Simon Thompson explained it. It's to do with a phrase they use on the course, the three freedoms. Ryan said he came up with it. The three what? The three freedoms. It's about getting rid of your past, or something. Sounds as daft as that stuff James Wilson was going on about. Have you found out any more about that? No, not really. Well, do a bit of research, find out what you can about this cult. Who ran it, where they were based, find out what Ryan Rand knows about it particularly. Okay, Chief, I'll call later. Right. Jó, tehát megkaptuk tippnek, hogy nekünk a szekta után kéne mennünk, Waterleaf, és ez azt jelenti, hogy valahol ellentmondás van. Valaki hazudik. Jó, olyan nagyon nagy megfejtés nem lehet, tehát öt ember van jelenleg ugye terítéken. A kocsmáros Rebecca, a füves James, a Gerle párunk, ugye, a Simon meg a Garfunkel. Igen, ma igen. És Ryan ott a dolognak a tetején. Ryan biztos, hogy sáros. Igen, de Ryan volt az, aki elmondott mindent most magáról az Atlaszról. Itt valamelyik résztvevő az, aki hazudik. És szerintem az Emma. Az már kétszer rácsúszott a hazugságra, szerintem ő valamit rohadtul eltitkol. Figyelj, akkor viszont menjél Emmához. Majd én megmondom, kihez megyek, jó? Jó, menj valahova. Szerintem itt lesz valaki. Sikamlós mondja, hogy az atlaszos csávó sem ismerte a szimbólumot, pedig az idézet tőle származik. Uh-huh. Na, se rossz. No. Majd őt is megszorongatjuk, jó? Mert a frézben... Bazd meg, te ezt meg is kéne tőle kérdezni. Mit, hogy? Hogy nem ismeri a szimbólumot, ha tőle származik az idézet? Visszamegyünk, jó? Jó. Bejöttünk Emmához, még egy bögre teát se tudsz. Szerintem Sikamlós megnézte a végig egyszerst. Azt mondod? Aha. Sikamlós. És ez csalás. Nem csalunk. Na mindegy. Tönkre teszik a játék? A few more questions, if you don't mind. Ne. No. Frézze megedünk tőle, hogy egy szelfta. Ez? És a Hanson-ból. Nem a második. Nem tudja, hogy mi ezt. No, de ott itt volt egyébként. Várja, I think the finger is a devil assigned, doesn't know. Ez jó.
megszabadulni a bűntudattól. Ryan találta ki a frázist, tehát az idézetet, új kifejezést. Nagyon olvastó volt a városházán, vagy a faluházán találták ki a kifejezést, és neki pszichológiai háttere van. Engem valamiért ez a pszichológiai háttér. És nem azt mondta, hogy nem járt a faluban? Várjál! Used to read black magic and satanic rituals, de nem ismerte fel a izét, a jelet. A handsing volt. Aha. Igen. Nem. Akkor thinks the finger is the devil's sign, és akkor itt van. Doesn't believe in anything supernatural now. Lássátok a választási lehetőségeket, most látom, hogy skip akarja nektek a live. Pedig ez itt jó lett volna. Atlas name picked randomly. Igen. Pillanatra elkértem. Kösz. Na. Pedig én ebbe a fekete mágiába kerestem volna, de hát ez így szal. Háttérpszichológia. Meglepően sok mindenről nem tud ez a faszi. Had met Liam in the pub. Liam seemed happy. Á, mondjuk igen. Liam harmadik szeme. Doesn't know how the finger symbols could be used. Erre ezt összepárosítottad már, ugye? A fekete mágiával, hogy olvasott róla. Mm-hmm. Na igen, és nem működött. Nem érdekel a drogok. És egy diák sem hozott drogot az Atlasz gyűlésekre. Nem engedélyezett a drog és az alkohol az atlaszi megjelenéseknél. Doesn't keep any medicines on site. Nem tart itt semmiféle medicinát. Lehet, hogy nem itt kell csinálni semmit. That's it for the time being, thank you. Viccet elteszem, jó? Megpróbálom pörgetni, hát ha. Jól van, mert idővel hogy állunk? Jó. Már 15 perc, ja, negyed óra. Szerintem akkor ezt a részt, ezt meg bőven ki tudjuk bobozni. Nem gondolod? Nem lesz ez olyan nehézkes egyébként, mert... Mert tudjuk, hogy Simon például simlis. Tudja, hogy itt valami para van. Simon is simlis, meg a nője is simlis. A csajt megkérdezem, mert őt nekik igazából gyenge láncszemnek. Egyébként igen. Hallotta ki, menje Liam halála, semmi extra nincs. Na itt mi van? Heard the phrase when she attended Atlas. Akkor hallottam, amikor megjelent az Atlasnál. Igen, tudja, hogy a kifejezés arra, hogy ne érezzél a bűntudatot. Szerinte kételkedik abban, hogy Simon egyetért vele. Látta a kollégiumban a szórólapot. Doesn't believe. Nem hiszel semmit, amit James mondott. Mit mondott korábban Jamesről? És felmerült bennem, hogy ellentmondása, hogy csak bort nem, és... Nem, ez biztos. Ez magára vonatkozott, a James-re való állításhoz. Aha, nem látta korábban a maszkot. Ezt nem tudom kijelölni. Úgy tűnik, nem. Ez hülye. Ott nincsen contradiction, de hát akkor ez...
Ismerte elég jól Rebekát, akkor lesz után odament. Had an affair with Ryan. Viszonya volt Ryannel. És az új kérdések között valami. Tehát, hogy volt viszonya, de nem tudott például... Igen. Na itt vannak, igen, a tükör kapcsán látjuk a James-es válaszokat. Tehát nem ismer el semmit, amit James mond. Nem ellentmondás, mert... Hát semmit nem tudok kijelölni, ez megvan? Lehet, hogy csak az Emma-nál nem. Thank you. Probably be back later. Most igen. Most igen. Most igen, nem, mert nem értem. Várj, mert that's all for the moment. Thank you. Belefutottunk egy bugba. Na, most működik. Ez egy bug volt. Jó, van, tök jó. Itt van egy James Creepy. Na. Doesn't believe anything James says. Nem igazából nem ellentmondás, de egy érdekes dolog, hogy parának tartja és nem hisz neki. Mondjuk ez összefügghet, de nem feltétlenül. Mindegy. Salvia damnatúr. Hát én azok rákérdezek, hogy egyébként a piával meg hogy áll. Hol van a brewer? Homebrew, itt van homebrew. Mondta, hogy nem szereti a sört. Ha? Akkor ez van, látta ezt a szórólapot. Szerina, neked megmutat valami? Semmi. Szerintem a Simon. Be akkor back later on, if that's okay. Úgy tűnik, hogy most megúszta ez az Emma, de egyszer még elkapjuk. Elkapjuk. Nem ismerte el Liamet, de ha... Liam, ugye? But heard about him, aha. De hallott róla. Simon beszélt az Atlas frázisról, jó. Nem tudott tőle. Hoppá, de tőle is meg tudom kérdezni a maszkkal kapcsolatos dolgot. Na. Hol az a kurva maszk? Cupboard maszk, ott van. Kurva anyádat. Ryan és Paul futtatják ugye az Atlas kurzust. Ki az a Paul egyébként? Ezt meg is nem is? Nem találkoztunk még Paul-lal. Na mi van itt még? James készítette a szórólapokat. Oké. Okay. Nem ismerte Liamet, de hallott már róla. Fingers symbol refers to three freedoms. Things students in woods was Atlas students Kyle. Kyle again. Szerintem a bűntudat nem szolgál semmilyen hasznos célt. Nem biztos, hogy nekünk egyébként filozófiai vitát kell folytatnunk ezzel a sráccal. Hát nem csak, nem tudjuk, hogy mire gondolt a költő, tehát lehet, hogy ez is benne van. Korábban ő mondott bármit is egyébként a megbánásról? Felkérdezek nála a teafűre, jó? Ja. De ezt már megerősített nekünk James, nem? Hogy elpasszolta ezeket a cuccokat. De lehet, épp ezért nem is kell rá kérdezned, hiszen már megerősítés. Ja, jó, oké. Okay. De... De azért úgy érdekelt volna, hogy magyarázza ki, hát ha felnyit valami új útvonalat, de ezek szerint nem. Fú, bakker. Két veszekedésre. Nem tudom, veszekedésről. Mysticism.
government trackkeli. Ez a Sage, ez a zsája, ugye? A kurva anyádban nem ismerted fel azt a cuccot, hogyha egyszer... Pofám leszakad. Három szabad csövere. Három szabad csövere. A bűntudat nem old meg semmit. Le, hát... Okay, that's it for now. Thank you. Mert az volt, hogy félre-félre nézegeted, de... Valahol ellentmondás van. És ha a csaposnál van ellentmondás. Menjünk át a csaposhoz, hát ha ott lesz valami. Bár, hát őt tartom a legkevésbé esélyesnek erre, de... tekintett arra, hogy Emma-nál és Simon-nál nem találtunk ellentmondást. Bár nem tudom, hogy tudtok valamit, srácok. Mi lehet itt? Mondjuk igazából baromi nehéz lehet egyébként, hogy miért tudunk ezzel. Thank tehát you. A mi ütemünkben megyünk, meg a... nem ismeri fel a... Érdekes, innen indul. Tehát mi van, hogyha a játék segít annyit, hogy onnan indul, amit meg kell kérdezni, és egyik összepárosítandótól megy. Tételezzük fel, hogy a játéknak van valamilyen ilyen logikája. Tehát, ha valóban a handsymből az most így randomra lett kiválasztva, mert nem a lista alján van, még csak nem is a közepén, hanem itt. Oké, tegyük fel, nem ismeri fel a handsymbolt, akkor mi mond ennek ellent? Ezt ki is választom. Jó, nem. Maradjunk ennél. James fantasziszt volt, viszont hogy szerintem meg creepy volt. Mert szerintem, az a izé, csaj szerint volt. Tényleg ez most a Rebecca, nem az Emma. Ó, oké, bocs. Blackstar. Elkérdezett olyan egyiket, hogy egy metal zenekarhoz képest, hogy nem találkozott ezzel a szimbólummal. Na hát ez se volt értelme. Nem. Hú, most ilyen randomra megyünk, nem? Nem. Próbálok valamit. Nem ismerte Liamat igazából. Lehet túl sokat feltételez a játékra, az elképzelhető. De nem volt túl sok értelme. Tudja, hogy az embereket magával tudja ragadni a bűntudat. Aha. Itt senki nem tud semmit. Ami kurva érdekes. Szerintem a maszk Ryan-i. Atlas Course. Azt javasolt, hogy beszéljünk Ryan-nel a maszkról. Hol mi volt ez az argument? Itt volt. Nem, egy blokk, amit a homebrew. Az följebb volt az argument. Ja nem, az igen, a kétsz argument, az más. Microbrewery, nem vesz. Konyhai. Konyhakész alapanyagokat, nem tudom. Kitchen brewery az a házi sörfőzde. Tényleg. De itt beverages volt, nem? Nem, breweries, ja, bocsánat. Uh-huh.
ez a license-el kell majd bármit is csinálni. Nem tudom, itt már nyilván halmozódnak ezek a állítások. Nem tudja, kivel volt Kate. De azt tudja, hogy be volt csípen, hogy ez a halmászom. Mondjuk ez... Kate részleg volt. Nem ismerte Kate-et. Ugye ezt megfigyelhettük egyébként, hogy folyamatosan, hogy nyílnak ki az új opciók, azokat kell visszagörgetni a korábbi állításokhoz. Tehát, hogyha ebben indulunk ki, akkor itt valami ebben a blokkban feltéve, hogy Rebekánál van a probléma, és majd ezzel a blokkal kell kezdeni. Menjünk már vissza a füves gyerekhez, annak voltak ellentmondásai. Thank you. Probably be back later. Akkor az, hogy ilyen New Age baromságban van benne, és ő mindent tagadott. Térképre menjél. Ott vagyunk. De térkép. És akkor tudsz utazni, ide menj erre. Ja, hogy a füveshez, bocs. Az középség. Kérdezzük meg, mert ez a csávó, ez nagyon hallgat. Hol volt ez, bazd meg a... Abbey Farm. Ja, mögötte van, az Abbey Farm mögött. Jó, mert a füves egyébként eddig a... Ő biztos, hogy többet tud, mint amit elmond, ő kurvára nem akar beszélni. Never heard the phrase before, de azért a szimbóluma azért a flyeren. De... Aha, várjál. Erről nem tudom kérdezni. Mert elve ő adta ezt a flyert. Nem hallotta korábban. Liamról csak azután hallott, hogy megölte magát. Mi? Matt Liam. Hát azért, ja. És a Liam's death kapcsán... De most így komolyan, tehát... A Liam's Dead-ben vagyunk eleve. Ja. Ezt nem értem, na mindegy. James Degree is a plant scientist. Hát összesen csak ki tudja, mit ebbe párosítom. Three finger symbol used in Satanism. De azt mondta, hogy izé nem ismerte fel a szimbólumot, nem? Nem ezt mondta? Vagy az nem ő volt? Nem, az nem ő volt. Te nem látta, hogy bárki használna ezt a szimbólumot. Várj, ezt így próbálj meg összerakni. Korábban ezt a kifejezést. Nem. Menjem. Mit tud ez a csávó egyébként? Hogy bármi. Teljesen más kurzuson vettek részt. James botanikus. Uh-huh. Liamről csak a halála után hallott. Találkozott Liammel. És ez nem ellentmondás. Na mindegy. Szólt Sadia to Liam, és ő alig ismerte. James szólt Sadia... Bocsi. James Lewis Spencer. Matt Liam. Hol volt ez? A Salvia TV. Salvia, ja. Szólt Salvia to Liam. Az nem érdekel minket, hogy ez elpuktáskodott.
Menj vissza Salvia Divinorumra? Salvia Divinorum. Várjál, menj fel. Use Salvia, meditálásra használja, az senkit nem érdekel. Nem termesz semmilyen másik drogot. Oké, okay, egyelőre sem erősíteni is a cáfolni nem tudjuk. Sold Salvia to Liam. Oké. Okay. A harmadik szem egy helyi szekta volt és rabszolgakereskedők. Azt állítja, hogy a harmadik szem ölte meg Liamot, és sosem ment harmadik szem gyűlésre. Na most ezek után menjünk rá a szördájra? Nincs ott semmi. A szördájon nincsen semmi? Nem, ez volt az. Semmi. Faszom. És ez a kettő? Ezek nem. Figyelj, mit mondtak, hogy ez a free to be free, ez a... Ez nem a Third Eye-tól lett átvéve, ugye? Ezt a Ryan maga találta. Ezt a Ryan maga találta ki, igen, igen. Erre az új kalka. Jó. Scrying, ez mi volt? Ez a jövőben látó buszon. Menjünk végig megint. Nem hallotta ezt az idézetet, ez nem is volt érdekes. Teljesen más kurzusra járt, mint Liam. És tudjuk, hogy nem egy állításon belül, tehát nem egy blokkon belül kell keresni az ellentmondásokat, hanem kettő között. A három újat a sátánizmusban használják, és nem tud róla, hogy bárki ezt használná. Other drugs. Szávját Liamnek. Hát én most meg vagyok lőve egy kicsit. Én is. Hirtelen nem tudom, hogy itt ki akar ellent mondani magának. Meg hát találtunk ellentmondást, basszus, csak az nem azok az ellentmondások, amiket ő itt mondani akar. Egyébként most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy szétnézek itt fent. Hát ha találunk még itt valamit. Ja, tényleg elfelejtettük, hogy egyébként van egy nagyítónk is. Menjünk be a greenhouse-ba, hát ha találunk egy kis füvet. Bár egyébként a tipp azt nem azt mondta, hogy nézzünk még szét, hanem azt mondta, hogy kifejezetten ellentmondás. Aha, hogy ellentmondást kell keresnünk. Ja. De viszont időben eléggé szűkén állunk. Nem haladtunk, igen. Ja. Srácok, ha van tippetek, hogy mit kéne szerintetek? Túl sokat feltételezünk a játékot. Na, akkor most elmegyünk szépen ide. Bemegyünk, és akkor most a fiatalokat elkezdjük szépen megizzasztani, jó? Jó van. Just a few more questions, if you don't mind. Na jó, én most azt mondom, hogy nem szarozok. Valahogy rájuk húzom a vizes lepedőt. Jó. Szóval... Not to feel guilty. Simon agrees. Nem hiszi, hogy Simon ezzel teljes mértékben egyetért. Nem azt mondta, hogy nem járt üzé Atlas meetingekre? Heard the phrases when she attended Atlas. Azt mondta, egyszer jelent meg. Igen. Erre kérdezzünk már rá. Hol van ez, baszki? Went only once. Szerintem ez nem az lesz. Hol volt ez? Erre van egy tippem. Na, recsak. Vissza ugyanitt. Hol volt ez a... Hol kérdeztünk rá azért? A Atlasra? Jó.
you've been to a similar course before. Nem véletlenül pont a Third Eye szeminár volt az? Kérdezz rá. Doesn't believe anything James says. Saw the flyer at college last year. Phrase about not feeling guilty, her phrase when she attended Atlas. De ez nem... Akkor once... That's all for the moment. Thank you. Neked sem volt több tippet. Nem. Én azért akarok Simonnal beszélni, mert hogy Simon aktív résztvevője az Atlas gyűléseknek, és jelenleg minden, ami itt kulminál, annak köze van az Atlashoz. Eleve tőle kaptuk meg a Freedom Phrase kifejezést, tehát igazából nem is őt kell erre kérdeznem, hanem másokat ezzel kapcsolatban. De lehet, hogy csak elszólta magát. Tudja, hogy James csinálta a flyert. Nem tud semmit a Third Eye-ról. Atlas és Kyle. Liamről, de hallott róla. Mi volt, hogy James azt mondta, hogy Liammel párhuzamosan jártak, de más képzésre, ugye? Nem hallott Liamről. De oda járt az Atlas kurzusra. De ezt próbáltuk, és nem jött be. Szálltuk ki előbb, ugye? Igen. Kíváncsi voltam, mi a véleménye Liam öngyilkosságáról a bűntudat tekintetében. Rápróbált a Sarviára párszor. Hú, baszki. Megpróbáltam valamit? Próbált. Nem hiszem, hogy nem veszünk észre valamit, tehát egész idáig eljutottunk. Last Friday went straight home after Atlas last Friday. Bennek ott a halihó, hogy megy a játék? Hát most pont elakadtunk. Hazament, de a halott csajjal nem mentek el valahova pénteken? Mi van? Liszt kérsz? Igen, köszönöm. Fú, te... ez nekem most nem megy. Hiszen fogalmam nincs, hogy mi az ellentmondás. De igazából úgy tűnik, hogy most speciál mindenki egyenesben van a sztoriában. Megnézem Emmát. Olyan ellentmondást nem találunk, amit a játék is elfogadna, mert ellentmondást találunk, csak nem olyan ellentmondást, amit... Igen, mert valami kettőt vagy hármat találtunk, de azt nem fogadta el. Elvileg mostanáig nem hagytunk ki semmit. Tehát ez nem úgy van, elvileg ebben a játékban.
hogy visszamenőleg kellene megmagyaráznunk valami. Elég fura lenne, hogyha már előre haladtunk volna a sztoriban, és ami alapvető kérdést nem tettünk még fel, ez csak a filmekben szokott lenni szerintem. Tehát az új információkkal kéne valamit kezdeni. Ez lenne legalábbis az egyik lába az állításnak. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor az egyik állítás, az most per pillanat itt van az orrunk előtt. Most nem már ahogy ugye? Mm-hmm. Tudod, hogy ilyen belével... Klikkerbot végig kattog mindent mindennel? Klikkerbot végig kattog mindent mindennel? Most nem gondoltunk erre, meg ez kurva sokáig tartana. Van egy elképzelésem, figyelj! Na. Tételesen menjünk végig mindenen, jó? Ne szórakozzunk ezzel, menjünk le az aljára. Are you kidding, Pub Last Friday Night? Várjál csak! Volt egy James of Selindon. De ez semmi köze kettőnek egymáshoz. Na, figyelj, következő. Menjünk végig egyenként és próbáljunk meg állításokat találni. Hallotta a kifejezést, amikor Atlasnál megjelent? Igen. Ezzel igazából nem lehet probléma, mert hogy korábban azt mondta, hogy legalább egy képzésen részt vett, tehát ott hallhatta. Igen. A frázis arról szól, hogy ne érezd magadban bűntudatot. Igen. Egy igaza van, mert erre később egyébként itt szó van erről, bár kóba érdekes, hogy ezt tudja, de például a hand szimbólumot nem ismeri fel. Ez így, nem tudom, hogy működik, de oké. Okay. És az a helyzet, nem biztos, hogy az emmánál van az ellentmondás. Tehát nem majd végigmegyünk, tehát nincsenek olyan sokan. Viszont... WC? Igen. Jó, megyünk. Na, persze. Addig matak hozzá. Addig tartom a frontot. Jó van. Kulcsot adsz? Nem, ott van. No, egy picit tartom a frontot. Tehát az van, hogy Simon... Hogy két teljei vannak, hogy Simon egyet értene ezekkel a gondolatokkal teljes mértékben. Azonban... Amikor itt beszéltek az Atlasz jelenlétről, lehetséges, hogy itt elhintett a csaj valamit, hogy Simon hogyan viszonyul, úgy egyébként magához, a kultuszhoz. Ezt lehet, pont talán a papírmaszkon keresztül mondta nekünk? Nem. Volt itt egy ilyen kifejezetten Atlas Advertising poster. Erre rákérdezek. Jó, oké. Ezt muszáj volt megkérdezni. Oké, következő csomópont. Látta már a szórólapot a koleszos évei alatt. Ki volt ott a plakátolva vele minden, úgyhogy ez nem lehet egy nagy probléma. Semmit nem hiszel, amit James állít. Oké. Jó. Liam halála, nem ismerte különösebben Liamet. Oké. A kéz szimbólum. Nem ismeri fel a három ujjas kéz szimbólumot. Hülyét kapok, hogy ebben a faluban senki nem tud semmiről. Tudja, hogy a szalvia egy halucinogén drog, és nem szed illegális szubstanciát, egy tudatmódosítókat, vagy valami ilyesmi. Semmit nem nyom illegálba. Jó, ez nagyon helyes. Nem tud semmit a növényekről, szerinte Rebecca tudhat erről valamit. Ez utóbbi biztos, hogy nem fogjuk tudni. Se igazolni, se cáfolni, mert az Rebecca kéne, és úgy nem tudjuk kereszt hivatkozni az állításokat. Tehát akkor... Tehát ez biztos, hogy így kiesik. De most rá, hogy kell használni a tükröt.
és azt mondja, hogy a tükör nem működik. Oké. Okay. Elment Atlasz szemináriumra, egyszer volt, csak ott volt már hasonló kurzuson. Jó, kéttel való vitája, ismeri Rebekát elég jól, Kolesz után odament. Vitatkozott kéttel múlt péntek este a kocsmánál. Próbálta pusholni kétet abba az irányba, hogy ne zsarolja meg Ryant. Jó. Viszonya volt Ryannel. Kate wanted to blackmail Ryan over their affair. Kate meg akarta zsarolni Ryant a viszonyukkal. Na meg van? Még nem, nem, nem. Viszont ez a kettő gyakorlatilag ugyanaz, ez a két állítás, hogy próbált nyomást gyakorolni Kate-re, hogy ne zsarolja meg Ryant, és Kate meg akarta zsarolni Ryant a viszonyukkal. Tehát nagyon ezzel nem kell szarozni, mert ez a kettő gyakorlatilag ugyanaz. Úgyhogy itt is megyünk tovább. Cardboard mask. Nem látta még korábban a maszkot. Simán elképzelhető, mert nem töltött túl sok időt a képzésem. Hát ezzel a kurzusom. Pub window, az nem hiszem, hogy ő be fog próbálni. Tud a betört ablakról. Hétfőn volt a kocsmában a barátaival. Jó. Az az igazság, hogy ennél a pontnál már nem nagyon tudunk, bár lehet ideig vissza fog utalni valami, nem baj, menjünk végig. Freedom Necklace, ez nem is érdekes. Várj, nem szereti a sört, inkább bort és... bort iszik meg még rövidet se. Box of Petals. Az üvegek simoni. Ez nem is kell ezzel szórakozni, basszus. Ja. A screw. Hát ezzel nem tudunk semmit csak kezdeni. Bike belongs to Simon's cousin. Simon uses the bike to get to work. Keeps the same to fix the lock. Okay. Itt senki nem tud két jogsijáról se. Pénteken látta, nem csütörtökön. Két olyan volt, mint mindig. Két kekeckedő a kollégiumban. Itt alkohol problémái voltak, nem találkoztak túl sűrűn. Az az igazság, hogy ennél a pontnál nem nagyon vannak eltérések. Én legalábbis nem találok olyat, ami olyan kifejezetten az lenne, hogy menjünk át Simonra. Vagy menjünk vissza a Fidesz gyerekhez. Várjál, én most tételesen végigmegyek mindenen. Ja. Jó, hát a Freedom Phrase-t azt eleve tőle tudtuk meg, úgyhogy ezt nem tudjuk kikérdezni. Ismeri James, tudja, hogy James csinálta a röplapot. Oké. Okay. Jó, ez tiszta sor. De nem tud semmit a harmadik szemről. Oké, okay. Nem is kell, hogy tudjon. Ez Jamesnek a dolga. Liam hogy halt meg? Nem ismerte Liamet, de hallott már róla. Oké. Okay. Finger symbol refers to the three freedoms. Oké. Okay. Tehát, hogy ez a három szabadság jelképe. Things students use. Oké, okay. Szerint a két diák az erdőben az Atlasz diák Kyle volt. Szerinte a bűntudat semmilyen célt nem szolgál. Semmilyen hasznos célt nem szolgál. Ja, jó, bocs. Itt vagyunk a Salvia Divinorumnál. Próbáltam ezt a Salviát egy párszor. Más halucinogén droggal még nem próbálkozott. Az üvegekre mit mondott? És csak ennyit. Jó. Oké. Okay. Más halucinok egy droggal nem szabad próbálkozni. Ez ellent mond valamivel? Semmilyen halucinok egy droggal nem szokott szórakozni, de tudjuk, hogy a Salvia Divinorum az halucinok egy drog. Hát ettől még tudhatja, de próbáld meg. Zsája. Igen, ezeket próbáltuk, sajnos már fordított kombinációba is. Uh-huh. Jó. Ez az egyik. Aztán Scrying Mirror. James is into New Age Mysticism. De James benne van ebben a New Age-es baromságban. Oké, okay, és ő tudta, hogy ez egy sátánista jelkép. Stimmel. James thinks the government is tracking him. Jó, hát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Oké. Okay. Igen, sokan hiszik azt, hogy trackkelik őket. Jó. Ez nem kell. Ez se kell. Ez a melody argument. Went straight home after from Atlas last Friday.
Jó. Ezt az új információk se nem cáfolják, se nem erősítik meg, úgyhogy ez teljesen mint egy cardboard mask. Nem ismeri fel ezt a konkrét maszkot. A maszkot az Atlas szemináriumokon használják. Ugye kipróbáltuk azt, hogy a maszkot összetársítottuk a szórólappal, ugye? Aha. Azt már csináltuk. De futtassuk még egyszer? Próbáljuk meg. Ezt egyszer berakom, és akkor itt van az... Hol van? A flyer. De nem tud semmit a third eye-ra. Aha, nem jött össze. Jó. A Atlas szemináriumokon használják még, és... A Broken Pub Window. Nem tud semmit a betört ablakról. És azt állítja, hogy nem is nagyon látogatja a kocsmát. Ki látogatja a kocsmákat? Hát igen, ezzel sokan vagyunk így. Nem is szorul rá, mert otthon készíti a sörét. Igazából nem lennék meglepve, hogyha most már hosszú idő után kiderülne, hogy valójában a... ki a volt tulajdonos Rebecca. Kiderülne, hogy őnála van valami ellenfeles, de az meg annyira egyenesen beszélt, hogy... De rá is találtam már ilyet. Jamesnél próbált ilyesmit. Kuzin. Menjünk Rebeccára. Mit szólsz hozzá? Jó. Szerintem is. Nem ő. Oh, baszki. Visszaadjuk. Tudnám, bazd meg, hogy valahol ellentmondás van. Kösz. Igen, tehát... most az van, hogy igazából... Lehet, hogy nézni kéne egyébként az embereknek a kifejezését és az arcukon, hogy... Na, tudja, hogy a három szabadság és hogy az embereket be tudja temetni a bűntudat. Oké. Okay. Szerinte James Wilson egy mániákus. Mm-hmm. Mindenféle fasz. Ja. Nincs igazság a flyerben. Aha. Nem ismerte igazán Liamet. És a Blackstone néha fellépett. Oké. Okay. Fellépett. Doesn't recognize the three finger symbol. Várjál csak. Nem volt itt valami? Várjál. Hisz abban az embereket meg tudja hűíteni a bűntudat, de ezzel nem találkozott ezzel szinkronban, nem. Liam halálánál nem volt valami? Ez nem ellentmondás, ez egymást erősítheti egyébként. De... nem. Ez nem összeegyeztethető, de ez a mikro. Várjál. Salvia Divinorum növény, felismerte fasza. Varázsmentának is hívják. Csinált Salviát régebben. Ez halucinogén. És... nem fogyaszt semmilyen drogot vagy gyógyszert. Oké. Okay. Sosem látott korábban még fekete tükröt. Szerintem a maszkrája. Az Atlas kurzusokon használják, minden diák egy szerepjátékban veszi fel. És szerintem Ryan kéne erről megkérdezni, oké, ezek a blokkok meg voltak. Mik lehetnek ezek a zöld sávok, meg ezek a kékek? Ez kurvára zavar, hogy nem tudom. Jó. Uh-huh. Szabadságnyaklánc. Hát azért beletenyereltünk, basszus, hát... Tényleg ez a legnagyobb baj, hogy ami viszont ellentmondás, ezt nem fogadja a játék. Hm?
vagy amiről úgy véljük, hogy ellentmondás. Thank you. Probably be back later. Figyelj, akkor viszont oda menjünk, ami a legvalószínűbbnek tűnik, jó? Elmegyünk a faszihoz. Atlaszhoz? Aha. Igen, mert ő viszont félrenézegetett nagyon sokszor. Ő tuti, hogy hazudik. Igen. Az a fráter. Ez tuti. Couple more questions, if that's okay. Oké. Okay. Mit állított? Getting rid of a guilt and self-doubt. Oké, okay, Ryan invented the phrase invented by Dave at the village hall. Ryan has background in psychology. Oké, okay, igen. Vagy oké. Okay. Third Eye Flyer. Never contact with Third Eye. Csak azt tudja, amit a Third Eye-ról hallott, sosem lépett velük kapcsolatba. Oh, figyelj! According to the flyer, this Third Eye group was based at the village hall, is that right? Was it? And that's where you were based, wasn't it? Yeah, you said you invented the Atlas phrase free to be free while you were based at the village hall. So I did. So you must have come into contact with Third Eye at some point. You were using the same hall. Well, I'm afraid I haven't been entirely honest with you, Inspector. Nah, Mondo. Go on. You see, Third Eye. Third Eye is, or was, Atlas under a different name. Sorry. Atlas is Third Eye? In a new improved form, yes. Hmm. And you ran Third Eye? With Dad, yes. So you must have known Liam. You didn't just meet him, did you? Yes, I knew him, Inspector, but don't get your hopes up. All of this has been thoroughly investigated and cleared up. You've been investigated about his death? They dropped the case. We didn't have anything to do with it. Well, when I say drop the case, I mean, a police investigation is one thing, but what the public thinks is another. They threatened to go public, and then James Bloody Wilson started distributing his flyers, and that was it. No choice. It was an end to it. You had to change the name. We'd already paid the family an out-of-court settlement. Thought that was an end to it. But then James, his cronies, they wouldn't leave it alone. So we had to close down, buy a new place, rebrand. So eventually, we reopened here. As Atlas? As Atlas. And it worked? Up till now, yes. So you knew James Wilson too? We knew James, but he didn't know us as such. Oh, he was very quick to shoot us down, but he didn't do anything like actually coming to the course to see what he was about. So James wouldn't know that you were now running Atlas? Not unless he came to one of our courses. And how much of all that stuff was true? ECT machines, brainwashing. I'm afraid that that exists only exclusively in the mind of Mr. Wilson. All we do is make better business people. We challenge their prejudices and presumptions. Szerintem a saját vörös megvilágítás alulról faszik. Egyébként tőleg... Excuse me, Inspector. Hát egy telefon csörgés. Hello. I can't come back now. Well, you have my car at the moment. All right. All right. See you later. That was Dad. I have to go back. You can come and meet him if you like. Well, I might come and have a chat. Come with me. Oh. Na. Srácok, az a jó hírem van, hogy ezt most még meg tudjuk nézni, és utána ez azt jelenti, hogy jövő héten pénteken folytassuk. Jó, mert az igaz, hogy előre lendítettük a történetet. Így igaz. Méghozzá egy teljesen lehetetlen. Te, az ott egy borsz. Az ott egy tatu, szerintem. Nem, az egy tatu. Az egy páncélos. Ez egy borsz. Várjál. Hát, ha látunk egy jó performance-ot a faszitól. Igen. To whom do I owe the pleasure? Detective Inspector Jenks, I am investigating a death in the village. I believe you knew Kate Vine. Oh, I thought all this was dealt with, Inspector. You do know that Kate Vine was a gherkin short of a big mad. You do now. Father. You must forgive my son.
Inspector. He still can't summon up the courage to come straight to the point. So what do you want to know? Well, a few more questions, if you don't mind. But I do mind. I'm a very busy man. Try asking an intelligent question, like, do I mind being quizzed about a once-promising student who turned into a useless drunk? Ryan, would you mind leaving us for a while? I'll go back to the centre. I have one or two things to prepare. Call me if you need me dead. You may begin, Mr. Holmes, although I'm not going to be able to help you. I don't have much to do with the course nowadays, so I can't give you any hard information. That's as maybe, but we No, that's as is. But if you want my opinion, I'd be quite happy to give it to you. So, fire away. Okay. Thank you. Well, Paul certainly doesn't take any prisoners. It's obvious who's pulling the strings in this family. And I wonder what they got up to in their previous guise as Third Eye. 8 o'clock already. Oké. Na, srácok, az lesz, hogy ezt jövő héten, pénteken folytatjuk, mert az egészen végig kell mennünk, hogy a apucit is megismerjük. Meginterjük. Vele lesz majd érdemes konfrontálódni. Mhm. De azok, ezek jó színészek. Ja, inkább szórakoztatóak. Igen, de jó, ez a sztori is kezd egyre jobb lenni. Több szálon fut a cselekmény. Na jó, oké. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és akkor jövő héten ugyanilyen időpontban, vagy talán korábban, ha minden jó. De korábban nem, de 6 óra körül elkezdjük megint, és... Hát aztán lássuk, meddig jutunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hétfőtől minden nap folytatjuk majd a streameket. Így igaz. Sziasztok! Sziasztok!